Szerintem a média az egyik olyan terület, amit alapvetően ez a mesterséges intelligencia és ennek a széles körű elterjedése hát az alapjaiban fog újraírni. Egyébként értelemszerűen nem az egyetlen terület, hiszen ma már azért inkább szerintem ez a kérdés úgy betődik fel, hogy melyek azok a területek, vagy melyek azok az iparágak, amelyeket nem fog érinteni a mesterséges intelligencia. És hát a média szempontjából, és főleg ugye a média fogyasztás szempontjából, én azt mondom, hogy ez itt részben ugye lehetőségeket is teremt, például ahhoz, hogy a média intézmények esetenként hatékonyabban tudjanak működni, esetenként többféle tartalommal is tudjanak foglalkozni, más jellegű formátumot mondjuk könnyebben adaptáljanak. Másrészt viszont, és hogyha egy kicsit a média fogyasztás részét nézzük, azért felvet különböző, hát nem is teljesen új veszélyforrásokat, de olyan veszélyeket, amelyek valamilyen szinten megvoltak eddig is, de most a technológiával talán mondhatjuk azt, hogy egy új szakaszba lépnek. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy megjelenik a deepfake technológia, megjelennek a hangklónozások, és akkor gyakorlatilag egy idő után azt is mondják a pszichológusok, hogy megjelenik egy ilyen kételje-kételje paradoxon, ami arról szól, hogy ma már nem olyan egyértelmű, hogyha valamit hallunk a médiában, vagy esetleg látunk egy videót a médiában, az bizony teljes mértékben fedi a valóságot. És én azt mondom, hogy egyszerűen jelenlegi állapotunkban nem feltétlenül vagyunk felkészítve még arra, nincs meg az a média tudatosságunk, ahol ez gyakorlatilag egy ilyen alapértelmezett üzemmódja lenne az embereknek, hanem gyakorlatilag ott vagyunk, hogy ha mondjuk a nagyszüleink generációja azt mondta, hogy ami az újságban meg van írva, az biztos, hogy úgy van, a szüleink generációja azt mondta, hogy ami mondjuk megjelenik a televízióban, az biztos, hogy úgy van, és akkor gyakorlatilag ma már eljutunk odáig, hogy oké, megjelenik valami a közösségi médiában, de megkérdőjelezzük egyáltalán annak a valóságtartalmat? Az egyik olyan terület, akik erre nagyon gyorsan rámozdultak, és viszonylag széles körben és intenzíven kezdték használni, az pont a politikai kommunikáció, és hát azért nem tudom, egy ilyen szerencsétlen nézőpont kérdése, egybeesés, hogy pont egy ilyen választásoktól túlfűtött évben jutottunk el gyakorlatilag a technológiával is erre a szintre. És a szabályozás kapcsán én azt látom, hogy egy picit tapogatózik még a jogalkotás is ebben a kérdésben, még nincsenek egyértelmű irányvonalak, és például az, amit Romániában látunk, az ugye egy törvénytervezet, ami még nem lépett hatályba, de hogy az gyakorlatilag a deepfake technológiának nem csak az etikátlan felhasználását, hanem kvázi az etikus felhasználását is gátolja, és ilyen értelemben én azt szoktam mondani, hogy egy kicsit olyan, mintha a fürdővízzel együtt a gyereket is kijöntöttük volna, tehát hogy itt ebben a kérdésben szerintem még hosszú éveknek kell eltenniük, amíg egy picit a jogi szabályozás is valóban releváns módon bele tud ebbe szólni. De én önmagában sem a platformok általi korlátozásokban, sem a jog által generált korlátozásokban nem látom azt, hogy ez teljes mértékben védelmet fog nyújtani a felhasználók számára. Megkerülhetetlen az a része, hogy nekünk a megfelelő ismeretünk és kritikus gondolkodásunk meglegyen.